Szoros eredménnyel Schneider Tamás lett a Jobbik elnöke. Torockai László szerint igencsak lejtett az új elnök felé a választási pálya. Mondjuk a részleteket. Torockai László szerint hatalmas ellenszélben kellett megküzdenie a Jobbik elnöki posztjáért, amit végül Schneider Tamás nyert meg. Itt lesz Volner János alelnök, aki szerint eljött a pártban a megbékélés ideje. 7 ellenzéki párt támogatásával indul az időközi polgármester választáson a Menhely Alapítvány vezetője a 8. kerületben. Vendégünk Gyűri Péter. Az ellenzéknek már most el kell kezdenie a felkészülést a 2022-es választásokra, mondja Kéri László, aki e-központok felállítását javasolja a pártoknak. Hol és hogyan működnek ezek a központok, megkérdezzük a politológust. Radnóti Zoltán szerint nemzeti érdek, hogy senki ne érezze magát kitaszítottnak pusztán azért, mert nem a győztes oldalán áll. A stúdióban a Mazsihisz rabbi testületének elnöke. 28 éve arról álmodik Kövér László, hogy bizonyos témákban legyen egyetértés a kormánypárt és az ellenzék között. Az újraválasztott házelnökkel az Állami Hírügynökség készített nagy interjút, amelyből az is kiderül, hogy Kövér szerint a parlamentben mindenki bunkó, aki nem fideszes. Kálmán Olga erről is beszélget Szalma Botonddal és Vágó Gáborral. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Bár a tisztújítás előtt az összes érintett arról beszélt, hogy minden elnök jelölt induló, minden kettő értendő ez alatt, tehát Schneider Tamás és Torockai László is, a Jobbik néppártosodásának, annak folytatásának a híve. Ehhez képest azért igen szoros eredmény született, és az utózmánya a történetnek, tehát mindaz, amit Torockai László mond az elnökválasztással kapcsolatban, egyáltalán nem úgy néz ki, mint a teljes egyetértés lenne a pártban, de hogy az irányvonalat tekintve nincs egyetértés, vagy csak az elnök választást és annak lebonyolítását tekintve, az majd mindjárt kiderül. Mindenesetre nagyon szoros volt a végeredmény, Schneider Tamás 54%-ot kapott, és Torockai László pedig 46%-ot. Volner János a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Szoros eredményt látva, ön szerint egyértelműnek mondható a párttagságnak az akarata? Teljesen egyértelműnek mondható az, hogy a nemzeti néppárti státusz szerette volna mind a két elnökjelölt megtartani a Jobbikon belül. Erről egyébként az én kezdeményezésemre a parlamenti frakciónk egyesével is szavazott, és mindenki kivétel nélkül a nemzeti néppárti út mellett tartott ki. Tehát itt alapvetően kicsit hasonló a helyzet, mint mondjuk a demokraták vagy a republikánusok belső választási megmérettetésénél. Ott ugyanis az amerikai Egyesült Államokban nem csak egymással küzdnek a demokraták és a republikánusok, hanem egy nyílt megmérettetés zajlik párton belül is annak érdekében, hogy kiválasszák az elnökjelölt személyét. Az elvek, a célok ugyanazok, némileg az eszközök mások, de alapvetően az értékrend ugyanaz. Hát ezért Torockai László esetében nehéz az amerikai példát elképzelni, mert hogy ő kezdetektől fogva a Jobbik úgymond a radikális szárnyának képviselője volt, talán a legemblematikusabb képviselője. Tehát hiába mondták azt, és az ő helyetteseként a megmérettetést választó Duró Dóra is, hogy a néppártosodás útján maradnának, azért, hogy Schneider Tamás, Gyöngyösi Márton, vagy még, ha visszamegyünk az időbe, Vona Gábor és Torockai László között, óriási a különbség. Hát hadd mondjam el azt, hogy gyakorlatilag mindegyikünkre jellemző, akik most erős emberei vagyunk a Jobbiknak, hogy mögöttünk van egy olyan életút, amelynek voltak olyan szakaszai, amelyek megmutatták azt, hogy egy erős férfias közösségen belül vezetők tudtunk lenni. Gondoljon arra, hogy Schneider Tamás 25 éve szervezi a nemzeti radikális oldalt, Schneider Tamás maga is egy olyan ember, aki nagyon erős emberekből álló közösséget hozott létre. Hát konkrétan az ilyen. Ő híre az, hogy skinhead volt. Konkrétan ez a híre. Egy biztos, hogy nagyon erős emberekből áll ez a közösség, markáns egyéniségekből, ezért is lehetett ennyire szoros az eredmény, hiszen két ismert és jól bevezetett tagja volt a nemzeti oldalnak ez a két jó, ember, de nem csak a múltjuk alapján erős emberek, vagy nem is tudom, tehát határozott elképzeléssel rendelkező emberek, hanem a jelen, meg a párt jövőjét tekintve is különböző emberekről beszélünk. Tehát azért Torockai Lászlóban sokkal nagyobb százalékban benne volt az, hogy ő más utat választ a Jobbiknak. Nagyon fontos volt szerintem az, hogy Torockai László elmondta magáról, hogy amióta ő polgármester lett, azóta
a különböző álláspontokat megtanulta összebékíteni, és most határozottan néppárti polgármesternek titulálta magát, hiszen ő nyerte meg a legnagyobb arányban a jobbikos polgármesterek közül az általa vezetett település polgármesterségét, Ásotthalmot. Gondoljon bele, hogy úgy lehetett valaki Toroszkai László polgármester, hogy még a DK-s aktivisták is rászavaztak. Tehát én azt látom, hogy ebben semmilyen vita a két jelölt között nem volt. Hogy szavaztak rá a DK-s aktivisták? Szó szerint a DK-s aktivisták is kampányoltak neki, maga Toroszkai László mondta ezt el egyébként a nyilvánosság előtt, és még ők is rászavaztak. Na most tényleg ennél néppárti politikát már, hogy fölöleli a teljes politikai palettát, és egységet teremt az ellenzéken belül. Nekem nem az jutott eszembe, hogy DK-s aktivistákkal tehát Toroszkai László nem konkrétan nincs az jutott. Így. Hát nincs jó, is így. Oké, most direkt sarkítottam. Tehát nekem Toroszkai László polgármesterségéről inkább az jut eszembe, amikor olyan határozati javaslatot fogadtatott el az önkormányzattal, ami alapján is megint sarkítok, homoszexuális eszmék, vagy nem tudom micsodák nem hirdethetők a Ásotthalom főterén, meg burkában nem lehet járni, meg nem tudom. Tehát, hogy ezek alapján nem mondható el, hogy Toroszkai László egy nagyon integráló személyiség lenne. Igen, csak az is kétségtelen, hogy a politikusokról maguk a választók mondanak időközi választásokon, vagy pedig menetrend szerinti választásokon véleményt, és itt az volt látható, hogy először, ha jól emlékszem, 75%-kal, utána 100%-kal meg tudta nyerni azt a települést, ahol elindult. Gyakorlatilag nem mertek ellene kiállni. Schneider Tamásról is ugyanez elmondható, hogy egy nagyon markáns egyéniség, a Nemzeti Radikális Oldalon szerzett vezetői gyakorlattal, tapasztalattal, és most ez a két erős markáns egyéniség egy versengésben megmérettette magát. Mit történt, hiszen az elmúlt héten egy előválasztást rendeztek a Jobbikon belül, akkor még 70-30 arányban volt győztes Schneider Tamás. Tehát mi történt a pártban? Mi történt a két jelölttel, hogy ennyire szoros lett végül a végeredmény? Hát némileg mások voltak az arányok, de hozzáteszem azért nem teljesen 70-30, most szó szerint nem tudom visszaidézni, tehát talán 66-34 vagy valami hasonló, de nem ezen van a hangsúly. Szerintem alapvetően az történt, hogy a pártagsága, aki elment aztán, pontosabban a választmányi küldöttek, akik elmentek és fogsoltak, azok így látták jónak. Az biztos, hogy így történt, csak mitől látták így jónak egy hét leforgásán belül? Szerintem személyek vetélkedése volt az, amiről itt szó volt, hiszen még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy mind a ketten a Nemzeti Néppárti vonalat tartották meg, és ezt is ígérték meg folytatásként. Én egyébként éppen ezért nem is aggódtam egyáltalán a Jobbikért, hiszen mind a két elnök jelölt a Nemzeti Néppárti út mellett tette le a voksát, és mindannyiunk számára ez volt a fontos. Itt alapvetően a markáns személyiségek csatája volt ez az összeütközés, amennyire ezt annak lehet nevezni. Hát, de annyira, hogy már szóltak arról hírek, hogy bizonyos alapszervezetek össznépileg ki akarnak lépni, ez igaz? Nem tudok róla, én hozzám legalábbis semmilyen nem érte. Egyet láttunk, hogy a kormánypárti sajtó gyakorlatilag nyílcini hazugságokat kezdett el terjeszteni ezzel kapcsolatban. Maguk az érintettek cáfolták egyébként azt, hogy például a székesfehérvári alapszervezet azért oszlott volna föl, mert Toroszkai Lászlót támogatták. Pont egy olyan ember vette át a vezetését, aki nagyon régi harcostársa Toroszkai Lászlónak. Azt lehet tudni, hogy mit csinált volna a Toroszkai Dúró páros a Jobbikkal? Tehát milyen utat, vagy milyen fordulatot, vagy milyen irányvonalat jelöltek volna ki neki, és ebben, hát hogyha itt a két ember kampányolt, akkor biztos kiderült, hogy Toroszkai László, ha ő lenne az elnök, akkor mit csinálna a párttal? Tehát, hogy ebből tudnak-e bármit hasznosítani? Ugye Schneider Tamás, a frissen megválasztott elnökünk is, és én is, arról tettem ki Facebook posztot, hogy nagyon fontos lesz meghallgatni Dúró Dóra és Toroszkai László véleményét arról, hogy mit csináltak volna másképp, miben vannak olyan ötleteik, javaslataik, amelyeket érdemes megfontolni és befogadni, és szerintem most az a bölcs magatartás egy ilyen helyzetben, hogy az új vezetés, az újonnan felálló elnökség kellő bölcsességgel a versenyhelyzet elmúltával ismét neki lát a munkának, és integrálja azoknak az embereknek az észrevételeit, akik maguk is, adott esetben még az elnöknek is vetétársai voltak a tisztújítási kampányban. Milyen lesz ez a munka? A néppártosodás mellett tették le a voksukat, arról többen beszéltek ön is, hogy a stílusban változtatni kell, az üzenetek átvitelében, megfogalmazásában, de hogyan? Szerintem nagyon fontos lesz az, hogy egy komoly terepmunkával nyerhető a 2022-es választás, mert gondoljon bele, ott, ahol az ellenzéknek
lehetősége volt a választók széles tömegeihez eljutni, ezek jellemzően a jól informált városi területek, ott az ellenzék fölényesen meg tudta verni a Fidesz, Budapesten is 38%-ot kapott a Fidesz, a többi az ellenzéki szavazatok megoszlása volt. A vidéki ne feledje szavát, ebben élen jártak önök is az ellenzéki szavazatok megosztásában, hiszen a Jobbik volt az, amelyik egyik párttal sem közösködött semmiféle átszavazási felhívással, vagy taktikai szavazással. Így van, de gyakorlatilag az, hogy a Fidesz megnyerte úgy a választásokat, hogy valóban meg is szerezte a szavazatok felét, ez azt mutatja, hogy ha összefogtunk volna, akkor se tudjuk a Fidesz megverni, hiszen egyszerűen olyan sok szavazata volt. Szerintem ami fontos, annak a megértése, hogy ha nem jutunk el az apró falvakba, és nem tudjuk ott az emberek tömegét magunk mellé állítani, akkor a cica el fogja vinni a következő választásokat is. Cica? Márpedig ezt a luxust nem fogjuk magunknak megengedni. Ez a Fidesz cica? Ezt így hívjuk mostantól? Ez a Fidesz cica szó szerint. Aha. És ezt a luxust egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak. De önökhöz képest ez a cica inkább tigris? Szó szerint tigrisként is viselkedik, de hozzáteszem, egy nagyon agresszív, mocskos módszerekkel operáló tigrisként. Nevezhetjük akár így is. Ha már a módszerek, Torockai László, és ez a beszélgetésünk elején már idéztem, azért nem úgy élte meg, hogy itt két erős jellemű férfi teljesen tiszta viadaláról volt szó. Azt mondja, hogy lejtett a pálya Schneider Tamás felé, változtattak az alapszabályon, őt nem is engedték annyi területen, választókörben, hogy melyei alapszer vezetnél kampányolni, mint a ellenfelét. Vona Gábor időkorlát nélkül beszélt, ő 15 helyet csak 12-t. Tehát hogy mi történt itt a tisztújításon? Kiszúrtak Torockaival? Szerintem az volt egy nagyon fontos Torockai Laci részéről, hogy maga is elmondta, hogy nem is feltételezi azt, hogy Schneider Tamásnak adott esetben ezekhez a körülményekhez bármi köze lett volna. Akkor egy kétségtelen tény, hogy vannak helyzeti előnyök, most gondoljon bele, én a párt alelnökének indultam el, hogyha most valaki, akit egyébként az országos nyilvánosságból nem ismernek meg a Jobbik tagjai, nyilvánvaló versenyhátrányban indul például velem szemben, hiszen nem tudta fölépíteni a személyét a médiában, nem ismerték meg az emberek őt tömegével. De nem ilyenekről beszélt, vagy ért Torockai László? Tehát mi ez az alaptörvény, alapszabálymódosítás? Volt olyan alapszabálymódosításunk, amely rendelkezett az elnök helyettesi rendszer bevezetéséről, de hozzáteszem azt, hogy ez mind a két felet, tehát Schneider Tamást is érintette. Vona Gábor távozása után jelentős űr keletkezett a Jobbik elnöki székénél. Ennek a betöltését az elnökség úgy látta, hogy egy emberre jelenleg nem célszerű bízni, két olyan személyiség kell, aki kölcsönösen kiegészítik, segítik egymást, akik kompatibilisek egymással, és gyakorlatilag a tagság döntött el, hogy Schneider Tamás és Dúró Dóra kettőse legyen az. Ha már Schneider Tamás és Dúró Dóra kettőse. Ja, bocsánat, Schneider Tamás és Gyöngyösi Márton. Igen. Ha már a tagságot mondta, Torockai László azt is írta, hogy még nem döntött a tagságáról, tehát hogy megy vagy marad. Szerintem maradni fog, én legalábbis abban bízom, Schneider Tamás, a Jobbik frissen megválasztott elnöke is azt írta a Facebook üzenetében, amit a nyilvánosság elé tárt, hogy mind a ketten Dúró Dóra is és Torockai László is hasznos, aktív tagjai a közösségünknek, maradni is fognak remélhetően a közösségen belül mindketten. Nem tudom még értelmezni ezt a kérdést, nem tudok semmi olyat, ami Novák előtt ellen irányult volna jelenleg. A kormánypárti sajtó azt írta, hogy ki fogják zárni, és akkor ez lesz majd az ok, az ő mártírsága a radikálisok előretörésének, vagy bosszújának. Hát ezt nálunk nem a kormánypárti sajtó szokta eldönteni, hogyha mondjuk egy Jobbik tag valamilyen etikai fegyelmi vétséget vét, azzal sem rögtön az elnökség foglalkozik, akkor elindul egy etikai fegyelmi eljárás, ez lezajlik ellene, mérlegelik a körülményeket, az etikai bizottság javaslatot tesz, vagy elveti, vagy pedig javasol valamilyen szankciót, ami ellen természetesen fellebbezni lehet. 2022-t már említette, mindjárt Győri Péter lesz a vendégem, aki a 8. kerületben 7 párt támogatásával civil jelöltként indul az időközi polgármester választáson. Jobbik döntött már a témában, hogy saját jelöltet állít, vagy pedig lesz egy közös támogatott jelölt? Még nem ült össze az új országos elnökségünk, erre vélhetően a szerdai napon fog sor kerülni, akkor fogjuk górcső alá venni ezt a kérdést, és gyorsan határozunk is benne. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm önnek.